A horvát-magyar határon átívelő kerékpáros projekt záró konferenciáján Balogh László elmondta, a Cycle in a Network sikerének is köszönhető, hogy 2020-ban a Giro harmadik szakaszának befutója Nagykanizsán lesz. Könyves Kálmán horvát királyá koronázásától 1102-től egészen 1918 őszéig egy államközösségben éltünk, és mert Kanizsa töröktől való visszafogalása után, ez 1690 volt, velünk élnek a muramenti zalai horvátok, és mert talán azt is mondhatom, hogy horvát-magyar két jó barát, tehát mindezek miatt is nagyon fontos nekünk Muraköz és Muraföldre összekötése. Nagykanizsa 5 út, sőt 6 kereszteződésében fekszik. Miért ne lehetne ez 6 vagy még több bicikli út találkozása? És hát engedjék meg, hogy kicsit vicceskedve a nekem tetsző reklámot hadd hozzam elő ismét. Kanizsa környékén vadon élő bicikliket is találtak. És tovább sorolva itt a kerékpáros pozitívumokat, 2020. május 11-én, mindannyian tudjuk, a Giro d'Italia magyarországi befutója a Deák téren lesz. Ezért is, és másért is szeretnénk kerékpáros és kerékpár barát város lenni. Az 1.0 után további kerékpárút kijelölések történtek, kerékpáros pihenőhelyek születtek, a Csótónál játszótér lett gyerekeknek, felnőtteknek. Örülök a 4 vízibiciklinek és csónaknak ott a csónakázótónál. És hamarosan elkészül az 5 kilométeres biciklis és futókör a Csótó körül. Ugye jól tudom a 2.0 tartalmi elemeit, és mindnek külön-külön is és együtt is lehet örülni, és akár várjuk a 3.0-át, mert egy kerékpáros barát város az tovább kell, hogy lépjen, még ennél is. Összefoglalva, Nagykanizsa számára fontos a kerékpározás, az aktív turizmus, városunk turisztikai ismertsége, a határtalan kapcsolatok, az egészséges életmódra nevelés, ezen szemléletmód változás. Én erre hívnám fel legjobban a figyelmet. A rendezvényen elhangzott a csónakázótónál elkészült fejlesztések és a horvátországi munkálatok is mind azt a célt szolgálják, hogy Muraföld a térség sportturizmusának egyik zászlós hajójává váljon. Erről a programról már sokat hallottunk, és sokat láttunk is, hisz a csónakázótónak a fejlesztését is jelenti egy kerékpárúttal, egy sétánnyal, valamint az a szép játszótér, amelyet nagyon-nagyon sok gyermek, és talán szülő is használ, épült oda ebből a pályázati keretből, de ezen a fejlesztésen túlmutat az az együttműködés, amit a horvátokkal folytatunk, már azt lehet mondani évek óta, hisz valamikor a 2010-es évek elején kezdtünk el együttműködni a kerékpáros turizmus fejlesztésében és egyéb fejlesztésekben, amelyek ezt a turisztikai fejlesztést szolgálják. Abban az időben voltak olyan együttműködések horvát településekkel, amelynek a segítségével kijelöltünk kerékpáros utakat, kerékpáros létesítményeket tudtunk építeni, és tudtak ők is építeni ebből. Kimondottan azzal a céllal, hogy majd Kanizsa és környéke, Mura és vidéke, Muraföldre egy turisztikai célponttá váljon azok számára, akik az aktív turizmus szerelmesei, vagy azok számára, akik szeretik a fürdést, szeretik a napfényt, Zalakarosban vagy éppen Hévízen hódolnak ennek a szenvedélyüknek, de egy-egy napra kikapcsolódva valamilyen kirándulást is terveznek maguknak. És ez a kirándulás egy lehetőség arra, hogy körbekerékpározzák azt a szép vidéket, amit mi elneveztünk egy pár évvel ezelőtt Muraföldének. Mura mellett, Nagykanizsa környékén, természetesen átnyúlóan a horvát határon túlra, a horvát településekkel együttműködve történt ez a fejlesztés, és reméljük a következő időszakban ezeket a fejlesztéseket folytatni tudjuk, hisz ez a térség Muravidék, Mura földe, vagy éppen Mura köz egy olyan nagyon szép természeti egységet alkot, amit érdemes az aktív turizmus szerelmeseinek, vagy éppen akik a magyar vidékben szerelmesek megismerniük.